Az újdonsült bajnok kosarasok elfogadták a Határőr utcai alapiskola rendhagyó meccsére szóló meghívást, ahol a harmadikos és negyedikes tanulókkal küzdöttek meg. A csapat két tagja közel áll ehhez az iskolához. Matus Jurcsina annak idején ennek az intézménynek a padjait koptatta, T.G. Bannister pedig az idén angol nyelvű konverzációkat tartott itt. A pályán persze mindez nem számított, az 5-1 perces ötöd sok izgalmat hozott. A vendéglátó iskola csapata végül meggyőző fölénnyel jó hangulatban győzte le bajnok ellenfelét, mégpedig 8-2 arányban, és hogy a hivatásos sportolók a jó szívüket és humorérzéküket is megmutassák, zsonglőrködtek és rendhagyó módon dobálták a kosarakat. A találkozó legjobban várt pillanata a közös fotózkodás és az autogramosztás volt.